Megkezdődött a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatójának a pere. A férfit szexuális erőszakkal vádolják. 10 korábbi védence is ellene vallott. A volt igazgató mellett egy nevelőt is bíróság elé állítottak. A mai első tárgyalási napon megrázó részletek derültek ki a gyerekek vallomásaiból. A nyugalom megzavarására alkalmas téma következik. Kéz- és lábbilincsben kísérték a tárgyalóterembe a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóját. A gyerekek János bácsia 26 éven át vezette az intézetet. Ez alatt az idő alatt Bicske díszpolgárának választották, és gyermekvédelmi díjat is kapott. Tavaly szeptemberben indult nyomozás ellene, miután 2 korábbi neveltje feljelentette. A fiatalok arcukat és nevüket is vállalva beszéltek egy tévéműsorban arról, hogy éveken át szexuálisan zaklatta őket a férfi. Ültem a fotelbe. Mellettem áll, simogatja a hátamat. Mellettem itt egy álló nemi szerv. Elkezdett fogdosni lent, és akkor ő is megfogta az én kezemet, hogy fogdossam én is. A két fiatal a bíróságon is ott volt. Évek óta most először találkoztak szemtől szemben zaklatójukkal. Nyilatkozni nem akartak. Avád szerint az igazgatónak 10 korábbi neveltje ellen elkövetett szexuális bűncselekményei miatt kell felelnie. Bár az ügyész felolvasta az összes vallomást, a bíró csak az első rögzítését engedélyezte. Ebben egy már 18 éves fiú történetét ismertették. A fiú 6 éves kora óta volt az otthon lakója, az igazgatóra apjaként nézett. 10 évesen a férfi behívta az irodájába, és elmondta neki, hogy meghalt az édesanyja. Az elsőrendű vádlott a 11. életévét még be nem töltött sértett gyászát és megilletődöttségét kihasználva, úgy tett, mintha vigasztalná, ehelyett azonban szexuális cselekményt végzett vele. Oda ment hozzá, átölelte, majd felülről benyúlva a sértett pólójába, előbb a mesztelen hátát simogatta, majd benyúlt a sértett alsónadrágjába, és a fenekét simogatta, és megfogdosta. Későbbi találkozásaikon azonban ennél is tovább ment a férfi, csak úgy, mint a többi áldozatával. A 10-17 éves fiúkat rendszeresen fogdosta, kézzel és orálisan kielégítette őket, és ezt kérte tőlük is. Volt olyan fiatal, akit 6 éven át zaklatott. Az igazgató mellett egy másik intézeti dolgozó is a vádlottak padjára került. Az intézmény vezető elleni nyomozás közben derült ki, hogy a fiatal nevelő is zaklatta a védenceit. A másodrendű vádlott ugyanezen intézményben dolgozott, csak nem 8 hónapon keresztül, gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztensként, és ő is több nevelése felügyelete alatt álló kiskorú személlyel végzett szexuális cselekményt. A felolvasott vádirat szerint volt, hogy a nevelő pénzt adott fiataloknak, hogy azok kielégítsék őt. 4 vallottak ellene, akár 12 év börtönt is kaphat. A volt igazgató ennél is súlyosabb büntetésre számíthat. Ha minden vádpontban bűnösnek találják, 22 évre is lecsukhatják.